Holden! Gyert! Ábrányi Emil, él a magyar. Szentül hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog. Többet kiküzdött, s kiszenvedett, hiszen lángtenger, temető a múlt. Vetettek rá halálos szolgaságot, írtották szörnyen. Ám de a levágott törzsek helyén még szebb erdő virult. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészel, s élni fog. Szükség van arra nemzetem, hogy élj. Mert bár hibát sok, s bűnöt sorja nagy, van egy erényed, mely fényt vette rád, s amiért az Isten mindent megbocsát. Hogy a szabadság leghű véde vagy. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s élni fog. Ha minden nemzet fásultan lemond, s a szent rajongás mindenütt kiég, s a büszke jognak minden vára megdől, a te szabadság szerető szívedtől, új lángra gyullad Európa még. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar örökre élni fog. Bízom, s hiszek, még Isten lesz fölöttünk, ki trónusán bírói széken ül. S ha minden búra bajra válik, romok között is hirdetem halálig, erős, nagy hittel, rendületlenül, legyen bár sorsunk még oly mostoha, él a magyar nemzet, s nem veszhet el soha. A himnuszt az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolai tagintézmény tanulója, Sebők Lajos tárogatón adta elő. Felkészítője Plósz Csilla Margit. A verset a Kovács Mihály általános iskolai tagintézmény 7. B osztályos tanulója, Varga Petra előadásában hallottuk. Felkészítő tanára Dorkovics Ágnes tanárnő. A mai napon azért gyűltünk össze, hogy a hagyományoknak megfelelően ismét együtt emlékezhessünk a karcagi születésű Kovács Mihály huszár ezredesre itt, a valamikori szülőháza közelében felállított emlékhelynél. Tisztelettel köszöntöm Pánti Ildikót, a 8. számú választókerület képviselőasszonyát. Vitéz Györfi Villám András, hagyományőrző dandártábornokot. Karcagi Nagy Zoltán, önkormányzati képviselőt.
Mátyus Sándornét, a Nyugdíjas Pedagógus Klub elnökét. Köszöntök valamennyi kedves megjelent vendéget. Külön köszöntöm a 8. számú választókerület megjelent lakóit, akik megtisztelték a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesületet és az Alapítványt, és a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményt jelenlétükkel. Köszöntöm tagintézményünk dolgozóit és tanulóit. Felkérem Pánti Ildikó képviselőasszonyt, mondja el köszöntőjét. Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a föld, amelyen élünk és meghalunk. Tamási Áron gondolatával köszöntöm az ünnepi rendezvény valamennyi kedves résztvevőjét. Május 11-e ünnep a város, ünnep egy oktatási intézmény s egy helyi közösség számára. Emlékezünk a város dicső fiára, az egykori legendás huszár ezredes Kovács Mihályra. Élete és hősi halála példázza, hogy méltó rá az utókor emlékezete. Választókerületünkben szép hagyomány, hogy a Kovács Mihály emléknapok keretében, itt az emlékparkban, azon a helyen, ahol a legendás kapitány szülőháza egykoron állott, emlékezünk, köszöntjük kedves vendégeinket, választókerületünk lakóit. Külön öröm számunkra, hogy a Kovács Mihály iskola valamennyi tanulóját köszönthetjük ezen az ünnepi rendezvényen. Büszke a város, az itt lakó emberek, a huszárbandérium tagjaira, akik minden évben megtisztelik rendezvényünket. Köszönjük! A Kovács kapu, az emlékpark nagyra becsült helyi értékeit képviseli városunkba. Neves alkotónk Györfi Sándor szobrászművész alkotása. Minden településnek vannak helyi értékei, emlékei, hagyománya, kiemelkedő személyisége, akikkel gazdagabb a helyi közösség, s vele együtt gazdagabb egy város. Ezt a hagyományt ápolni kell, gazdagítani, megbecsülni, továbbadni, mert ha nem tesszük, elvész, és vele együtt elvész a múlt is. A hagyomány a múltunk részét képezi, amely erőt ad a jövő feladatainak megoldásában. Így ünnepelünk itt a mai napon, a városi iskolai ünnepség részeként. A Kovács Mihály emlékhely szintén megújult külsővel várja az ideérkezőket, és egész éven át rendbetartottan a környék lakóinak örömére. Ma Kovács Mihályra emlékezünk, arra a hősre, aki életét a legszentebb ügy, a szabadság szolgálatába állította. Felajánlotta kardját az Angliától elszakadni kívánó amerikai telepeseknek 1777-ben. Mint ahogyan írta, semmit sem kívánok oly hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlan szolgálatban éljek és halljak. A hősi halál 1779. május 11-én érte utol a Dél-Karolina állambeli Charleston városánál. Karcag városában egy oktatási intézmény, egy baráti társaság, egy egyesület őrzi emlékét, s őrzi egy városrész tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel. Köszönöm figyelmüket! Megköszönöm képviselő asszony méltató szavait.
Minden év május 11-e jeles nap iskolánk és városunk számára. 1779-ben ezen a napon halt hősi halált városunk szülötte, Fabrici Kovács Mihály huszár ezredes, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az amerikai függetlenségi harcok során. Kovács emlékét sokáig csak a Washington tábornok parancsnoksága alatt harcolt katonák leszármazottai tömörítő társaság ápolta. Hogy az igazságra fény derüljön, csak nem 150 évet kellett várni. De miután kiderült Kovács származása, az amerikai magyarok rögtön felkarolták emlékének ápolását. 1932-ben Washington születésének 200 éves évfordulóján megalakították a Kovács Mihály Ezredes Társaságot. Ugyan ezen év május 11-én a társaság hősünk emlékére emlékfát ültetett a New York-i Central Parkban. Ugyanez történt június 5-én a New Jersey állambeli Perth Amboy City Hall nevű parkjában. Augusztus 6-án az Indiana állambeli East Chicago városában ültettek egy Kovács Ezredes emlékét hirdető, magyarosnak tartott tulipánfát. Ez egyben Indiana állam szimbóluma is. 1932 azért is mérföldkő, mert ettől kezdve minden május 11-én megrendezték a Kovács Mihály ünnepségeket. Az amerikai magyar pedagógusok bevették a történelem tananyagba a Kovács Mihállyal kapcsolatos ismereteket. Az ezredes híres szavai, melyeket Franklinhoz írt, Fidelissimus ad mortem, azaz leghívebbel mint halálig, nemzedékeken áthatottak. A második világháború idején például 70 ezer amerikai magyar ragadott fegyvert a fasizmus ellen. 1992-ben iskolánk felvette a nevét, és minden évben Karcagváros önkormányzatával és a Kovács Mihály Egyesülettel közösen emlékezünk meg róla, ezzel is tisztelegve történelmi érdeme előtt. Kérem, hallgassák meg a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény énekkarát, akik dalcsokrot adnak elő. Felkészítő Vasné Szűcs Edit tanárnő. Jászkunsági gyerek vagyok, jászkunságon születtem, kiskoromtól nagykoromig benne fölnevelődtem. Kilenc zsandár kísér engem a karcagi fő utcán, míg akkor is betekintek a kis angyalom ablakán. Éppen akkor vetette be az ágyát, rozmaringa söpörte a szobáját. Míg akkor is utánam szól, barna legény gyerebe, adj egy csókot, egy utolsót, kacsincsál a szemembe. Nem mehetek, kedves rózsám, mert be vagyok sorozva, Budapesti nagy kaszárnya nyitva van a számomra. Felszántatom a karcagi fő utcát, betegbele, piros pünkösdi rózsát. Ha ez a föld fekete föld piros rózsát teremne, minden szőke, de barna legény csak engemet szeretne. Jól van dolga a mostani huszárnak, nem kell szénát kaszáljon a lovának,
mert a szín a porcióba van kötve, van kötve, de van kötve. Gyere, rózsám, tedd a lovam elébe, édesanyám, ki a huszár, ha én nem? Ki nyergeli föl a lovat, ha én nem? Fölnyergelem aranyszörű lovamat, lovamat, de lovamat. Lerugatom véle a csillagókat. Keser lovam nyerített a csatába, melső lábát éles golyó találta. Szállj le, huszár, vedd le nehéz nyergedet, nyergedet, de nyergedet. Szegény lábam nem bír tovább tégedet. A jó lovas katonának ne jól vagyon dolga. Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Hely életbe gyöngy élet, ennél szebb sem lehet. Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely életbe gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Ha éppáját megforgatja, úgy megyen dolgára, csillog, villog a mezőben, virág számodjára. Hely életbe gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely életbe gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Ünnepség sorozatunk alkalmával pénteken koszorút helyeztünk el az iskola falán lévő domborműnél, most pedig itt, az egykori szülőháza közelében lévő emlékhelynél. Karcagváros önkormányzata nevében Pánti Ildikó képviselőasszony, Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr és a 8. számú választókerület nevében Kis Mihályné, Lilium utcai lakos koszorúznak. Vitéz Györfi Villám András, hagyományőrző dandártábornok, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség nevében koszorúz. A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében Rab János, az egyesület elnöke, és Szabó Sándor, nyugalmazott főtörzászlós koszorúznak. A Kovácsos Gyermekekért Egyesület nevében Lacik Dénesné, az egyesület elnöke, és Magyar Sándorné helyezik el az emlékezés koszorúját. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói pedagógusai nevében Lévainé Kovács Róza, intézményvezető helyettes, Krappánné Pap Ágnes, tagintézményvezető, és Varga Petra, diák önkormányzati vezető koszorúznak. A Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület nevében dr. Varga Gyöngyi, az egyesület alelnöke, és Sipos Viktória, 8. B osztályos tanuló koszorúznak. Köszönöm valamennyi kedves vendégnek,
hogy részt vettek ünnepi műsorunkon. Külön köszönet a Kovács Mihály Bandérium huszárjainak, hogy jelenlétükkel színesítették megemlékezésünket. A választókerület képviselőjeként szeretném megköszönni tisztelettel, megbecsüléssel a Kovács Mihály általános iskola vezetésének, nevelőtestületének, kedves tanulóinak megemlékezést, az ünnepi műsort, a köszöntőt. Köszönöm. Köszönöm a Huszár Bandériumnak, köszönöm a kedves koszorúzó közösségnek, a képviselőtestület tagjának, Karcagi Nagy Zoltánnak, és a választókerületen megjelent kedves lakóinak, hogy újra fontosnak érezték, hogy eljöjjenek erre a rendezvényre, itt legyenek velünk, és egy kicsiny kis színfoltot vigyenek ebből az ünnepségből. Minden évben, és ez a kicsi-kicsi egyszer majd, főként kedves tanulók, kedves gyerekek a számotokra, nagyjá, ismeretté nő, és ennek az emlékét vigyétek magatokkal. Én még egyszer köszönöm mindenkinek a kedves jelenlétet. Kedves ünneplő közösség, a bandérium elvonulása után ünnepségünk véget ér. Bandérium! Jött! Egyes oszlopban! Fordulat! Marra! Lépés! Tűz! Gyújt! Köszöntöm nézőinket innen a Kovács Mihály kaputól, Krapányi Pap Ágnessel, a Kovács iskola tagintézmény vezetőjével beszélgetünk, hiszen egy nagyon szép emlékezés volt, az időjárás is kegyes volt a végén hozzánk. Minden alkalommal Ildikó néni, Pánt Ildikó fontosnak tartja, hogy itt is megemlékezzünk Kovács Mihályról. Igen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a Karcag TV-t. Örömünkre szolgál, hogy megtisztelik rendezvényünket, és természetesen nagyon örülünk, hogy Pánti Ildikó képviselőasszony egyszer, mint a 8. számú választókerület képviselője, valamint a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület oszlopos tagjaként is szívén viseli ezt a rendezvényt. És én úgy gondolom, hogy minden évben mindig sikerül valami újat, valami más nyújtani, természetesen megőrizve a hagyományokat. Idén most a Vitéz Györfi Vilám András érkezett, mint katonai hagyományőrző. Tavaly más jellegű vendég volt. Azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy tartsák a kapcsolatot azokkal, akik tovább viszik ezt a szellemet. Igen, örömünkre szolgál ez, és azok, akik jelen voltak a pénteki nagy rendezvényünkön, vagy a Karcag Televízióban szerencséjük volt megtekinteni, láthatták, hogy a város falain kívül is fontosnak tartják egyesületek, civil szervezetek, intézmények vagy hagyományőrzők, hogy megjelenjenek és részt vegyenek, együtt ünnepeljenek velünk. És örömünkre szolgál, hogy itt a kapunál is valóban mindig vannak hagyományőrzők vagy katonai szervezetek, akik fontosnak tartják Kovács Mihály ezredes emlékének ápolását. A Kovács napok azért már tartanak jó néhány napja, és mondhatjuk, hogy a mai nap este lesz ennek az igazi lezárása. Gondolom, hogy erre is nagyon sokat készültek. Igen, tényleg igyekszünk úgy összeállítani mindig a programjainkat, hogy ebben lehetőség legyen az ünneplésen túl a gyerekekkel való közös együttlét, a vetélkedés, és természetesen zárásképpen ez hagyományosan mindig a záró rendezvényünk, a kulturális rendezvény, ahol a gyerekeink
megmérettetik, megmutatják magukat a város érdeklődő lakosságának, és természetesen a szülőknek, hogy mire is képesek ők. Ugye irodalmi műsorok, versek, zene, tánc, hát ez már egy kicsit ilyen levezető, színes, örömteli együttlét. Azt hiszem, hogy egy másik, az ön szavaival színes kis együttlétről is beszéljünk, hiszen nagy sikerű volt a Kovács Bál. Aki ott volt, az végignézhette élőben a Ludas Matyit, aki pedig majd a tévében azt gondolom, hogy ő is örömmel fogja venni. Igen, ez mindig izgalom számunkra először, és ugye ez egy jótékonyságú bál, a Kovácsos Gyermekekért Közhasznú Egyesületnek köszönhetően, ugye Lacik Dénesné Erzséke vezetésével. Ugye egyszer izgalom, hogy megtisztelnek-e bennünket. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan voltak a báli közönség, és ez örömünkre szolgált. És hát természetesen mi szeretnénk úgy megköszönni, hogy mindig egy kicsit vidám, kicsit hangulatos és örömteli együtt játszás, és hát visszahalva most már a ugye résztvevőknek a véleményét és a gratulációkat, én elmondhatom, hogy egy nagyon jól sikerült, vidám hangulatú kis műsort sikerült előadni a bálon. És hát reméljük, hogy amikor majd a kasszazárás is meg lesz, akkor pedig sikerül azt a tervet megvalósítani, ami ott elhangzott, hogy a kerékpártárolónak a képítő kamerarendszert sikerül megvalósítani. Igen, bízunk benne, mert ugye igyekszünk azért olyan célokat kitűzni, ami ugye a szokásos intézményi költségvetéseken túl egy kicsi pluszt ad, akár gyerekeknek, akár intézménynek, és úgy érezte az Egyesület, hogy ezzel szeretné segíteni az intézményünket, modernizálni egy picit a védelmi rendszerünket, illetve ez is egyfajta védelmi rendszer, hogy a kerékpártárolónál, és úgy gondolom, hogy ennek mindannyian fogunk örülni. Nem azért, mert nagyszabású gondok lettek volna, de hát haladni kell a korral, és a gyerekeink többsége ma már kerékpár arra jár iskolába. A sportos életmódot követve, hiszen azért a Kovács napokon belül az sportrendezvények is voltak, volt egy kis kultúra, volt egy kis vetélkedés, tehát igazániból mindent megoldottak itt az elmúlt másfél hét alatt. Igen, ugye a sportvetélkedésen mindig megtisztelnek bennünket a város és iskolái, és részt vesznek, és örömünkre szolgált, hogy ekkor is remek volt az időjárás. Tegnap pedig egy nagyon sikeres interaktív vetélkedésen lettünk túl, amelyben előzetes feladatok is voltak. Ezek elsősorban helytörténeti filmkészítésről szólt a dolog, illetve helytörténeti vetélkedés, és örömünkre szolgált, hogy itt is a csapatok részt vettek. Jó hangulattal zártunk, itt a Pusztai Róka Egyesület egy kis bemutatót tartott a gyerekeknek, ahol felülhettek alulra, nyilaszhattak, kipróbálhatták, és ez a múzeumpark megfelelő helyszínű szolgált. Tehát én azt hiszem, hogy igen tartalmas hetet zárhatunk a ma estével. Valóban így van, és én azt kívánom, hogy jövőre újabb ötletek legyenek, hiszen itt elhangzott az előbb, hogy azért mindig próbálnak új dolgokat belevinni a Kovács Mihály napokba, és találkozunk akkor jövőre is. Köszönöm szépen a jelenlétet, és köszönöm a jó kívánságot, igyekezni fogunk.